intézkedési tervet jóváhagyja, azt kérem készülse szavazomás. Elnök asszonynak köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk az 5-ös előterjesztési képviselő tisztelet megalapítására. Annak szintén mindent kitűztük az előttük is, ami a régebbi. Láthatjátok, van egy javaslat, ez már nem véletlenül történik, ez is próbál igazolni ahhoz a 2011-es költségvetéshez ezekkel a számokkal. Tessék, hát személy szerint egyet tudok érteni a csökkentésen. Ugye alátámasztva a mindenképpen számtalan nagy gondnál, felszínre került, hogy milyen nagy gazdasági évelén nézünk, és hát ezt feltétlenül én is gesztusítom, én is pártam meg is kell tenni, hogy az a vár érjen bennünket, hogy ne erdemik az élet, és a képviselők ezt magukra vonatkoztatva nem látják. Köszönöm, van-e más vélemény esetleg, hogy javaslat? Tessék! Az alapkörülésen szerettem volna egyébként napirendi pontot felvetni a napirendek közé. Ez egyértelmű elutasítása talált. Mivel alapülés után azért nem volt egyébként is. Most itt a lehetőség. Nem kértem a kommentát, hogy miért elutasítottál, hogy ez volt a lényeg. Többek közt az egyik mondandó vezet volna, ezzel kapcsolatosan igaz, hogy akkor nem szerepelt, hogy nem tudom, hogy igazán miért, mindegy, ez a megint saját véleményem, a véleményünk, miért nem szerepelt a akkori napirendek között ez a napirend. Lényeg az, hogy tulajdonképpen ugyanezt akartuk javasolni, drasztikus tiszteleti csökkentés minden szférában, illetve mindenkire vonatkoztatva, hangsúlyozom, mindenkire vonatkoztatva. Tehát ha leírtak, azok nagyon rendben vannak, de én kiegészíteném még, kiegészítettem a munkahelyadomban is, hogy polgármester és alpolgármester tiszteletdíját is belért, természetesen ugye itt csatoltátok a 2008-as 2-2-2-es rendeletet hozzá, és annak ugye van az első paragrafusnak egy második pontja, hogy ez a rendelet határa nem fejlett ki a polgármester és az alpolgármesterre, mint valami szentelnekre, elnézést. Tehát úgy gondolom, hogy akkor úgy rendben lévő a dolog, hogy ha nem ilyen álságos farizeusi magatartást kapcsolatunk, és egyébként érdekli rendben van, tehát a közben a klasszikus utc, ugye mindenki meg van elégedve a fizetésével, főnökkel kölcsönösen, tehát én a főnökével, a főnök az enyémmel, tehát mondom még egyszer, fél év és esély, meg megint csak elmondtam, nem akarok vele érteni, de az előző ciklus alkalmával is azt hiszem, hogy én javasoltam a előterjesztett 10%-os tiszteleti emeléssel szemben 10%-os tiszteleti csökkentést, úgyhogy ez már nem új keletű dolog, mondom, egyet tudunk maximálisan elérteni, de mindenkire terjedjen ki. Tehát ilyen körbe ez mindenkire alkalmazott dolog legyen. Köszönöm szépen. Na, akkor kezdem szélül. Örülök neki, hogy valahol egyezik a véleményünk egyszer talán már, legalábbis még ezen az új felállásban. Mert mint hogy elmondtam, az első alkalom nem ezzel kell foglalkozni. Van erre mód és lehetőség. Az, hogy 50%-kal csökkentve el van a tiszteleti, ezt mindenképpen méltányosnak tartom, hogy ezt lépjük meg, mert már ebben az évben nem példálozok, hogy Záhony már meglépte ugyanannyi volt tavaly, mint a tietek, és utána már ebben az évben csak a felét vették fel. Én azt mondtam az első alkalommal, hogy a polgármesterét, amit a törvény meg kell szabni, és azt nem viheted le, én nem tiszteletért kapok, én fizetését dolgozom. Nem keverjük össze a fizetés a tiszteletdíjat. Mindenkinek van egy fizetése, neked van egy fizetése, meg van egy tiszteletdíj. A tiszteletdíjról beszélsz, nem a fizetésről. A polgármesternek törvény előírja, fizetése van, és egyenlőre a polgármesterek béréhez nem az ez országosan mindenki kósebb bárkit hozhatom, nem nyúlhatnak hozzá, míg majd még nincs más törvény. Természetesen, ha megnézted, most ne adj, az én tehenben, hogy dolgoljon meg a szomszédé, lesz egy hatodik napirendi pont a következő.
következő napnak, amikor majd vonatkozik arra, amit most te előzöl meg, de én úgy gondolom, hogy az is korrekt lesz, hogyha majd arra a napirendben pontra érünk. Az 50%-ra vonatkozó alak. Hogy ez nem csak a képviselőt, hanem az alpolgármestert is fogja érinteni, ez mindenki. A tiszteleti, nem fizetésű beszélünk. És én ezzel egyet tudok érteni, hogy ha tényleg húzunk, vagy próbálunk az intézményeken is mindnyáján, akkor azt mondjuk, hogy mi is, és ez ugyanúgy vonatkozik majd ránk esetleg a kafetéria, vagy az étkezés, hogy bármire vonatkozik. Mert az méltánytalan lenne, és azért annyira úgy gondolom, hogy ez a képviselőtestület van, hogy akkor azt mondja, hogy nem csak máson próbálkozom, hanem előtt magamon is, és mutassunk mindkét, akik ezért vannak. Van-e még más javaslat ezzel kapcsolatban? Mert akkor azt vettem ki, hogy te is ezt így elfogadod ezzel a 50%-os csökkentéssel, ahogy előbb van terjesztve, vagy úgy is mondom, a napirendi pontoknál, vagy fogom bővíteni, mert lesz itt majd a 16. napirendi pontban is fogjuk hozzá. Tessék is meg. Elnézést, tehát amíg le vannak írva önmagában, igen, csak ez így hiányos nekem, tehát ilyen megaforralban nem tudom elfogadni az előterjesztést, mivel ezt a... Kettes pont miatt? Igen, a kettes pont miatt így van. Mert most volt a kettes pont, én majd nem a pontokat fogom szavaztatni, én az összeget. Az összeget fogom szavaztatni, mert az a kettes pont, de hogyha így van rendetben, ki lehet venni belőle, mert vagy nem fog semmit akadályozni, mert a következő, a hatodik napjelenti pontban most mondom, ami jön majd az alkoholmestisztele díja, amiről most kezdték beszélni, vagy most mondom, az 50%-ig ugyanúgy fog őt is érni. Na, látod, ez az, amiről most körülmutatokat beszélünk én az ülés előtt, de most, mert hogyha ezt előterjesztésbe kiküldött többek között az alkoholmester tisztelet díjának... Napi rendik pontoként van Pista, és azért nem küldtem hozzá ki, mert... De nem értem az összefüggés jelentést. Tehát arról beszélünk, hogyha le van, itt van leírva két sorban, vagy öt sorban, három sorban, akkor mindenki elolvas, és akkor nem kell róla a körmutatókat beszélni. Neked. Egyrészt a másik, még a válasz vissza, hogy ugye persze fizetésért dolgozol, de van neked költségtérítésed is, és az semmilyen törvény nem tiltja, hogy abból mondjuk önként nem mondhatsz le annak bizonyos százalékáról. Igaz, hogy tudom, előterjesztés szerint meg van határozva, hogy a fizetésnek mennyi százaléka kell legyen, de úgy gondolom, ez ugyanabban a témakörbe tartozik, tehát a fizetés rendben, a szentehén, az tabu, de a költségtérítés vonatkozásában igenis a polgármesternek is joga, és úgy gondolom, hogy erkölcsi kötelessége jelen körülmények között, hogy átgondolja, hogy milyen nagy szüksége van neki arra a 120 ezer forintos költségtérítésre. 56 ezer forintot. Itt valami nagyon össze-vissza rökköd. Az 56 ezer már keringett ugye már az elmúlt. Nettó, 56.